Pál Évát, a Neoton Família egykori énekesnőjét szeretné köztársasági elnöknek az Igen Szolidaritás Magyarországért mozgalom. Szanyi Tibor pártja úgy véli, Pál Éva alkalmas a nemzeti egység kifejezésére. Ahogy fogalmaznak, személye, sorsa, életútja garancia arra, hogy társadalmunk nagy többségének helyzetét átérezze, és azt a legmagasabb közjogi tisztségben megjelenítse. A vonalban Pál Éva. Aki úgy tűnik, hogy az Iszon pártnak, Szanyi Tibor által alapított Iszon pártnak a Jolly Jokere. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, és szeretettel köszöntöm a Spirit FM hallgatóit. Mert hogy ön az, aki szervezi a pártot egyfelől, másrészt a 17-es választókörzetben indul majd országgyűlési választáson, ez ugye Csepel meg Soroksár, és hát most már tudjuk, hogy köztársasági elnökjelölt is. Novák Katalinnal szemben? Igen. A pártnak tulajdonképpen az Igen Szolidaritás Magyarországért mozgalomnak nagyon fontos az alternatíva állítás. És az is fontos, hogy meg tudjuk mutatni, hogy milyen Magyarországot szeretnénk látni majd a későbbiekben. Ezzel kapcsolatban egyébként azt el tudom mondani, és nagyon büszke vagyok arra, hogy a pártunk az első volt, akik 2020. októberétől már interneten is elérhető programmal jelentkeztünk, és ezt gyakorlatilag bárki megnézheti, és ebben a programban tulajdonképpen az Igen Szocializmust, ez a program ezt a nevet viselte. Ebben a programban egy jóléti szocializmus programja van, tehát amelynek van egy 4 fő pillére, ennek a lényege ugye az, hogy mindenkinek legyen tető a feje fölött, legyen normális egészséges étkezése lehetősége, legyen magas szintű oktatás, illetve mindenkinek elérhető egészségügy. Ezzel kapcsolatban egyébként 2020-ban indítottunk is egy aláírási turnét, hogy így mondjam, Magyarországon, ahol 318 ezer aláírást gyűjtöttünk össze. Na hát az már egy népszavazáshoz is elég lenne. Igen, igen. Ez egyébként a 250 ezer forint nettó minimálbérről szólt ez az aláírás gyűjtés igazából, illetve arról, hogy 150 ezer legyen a minimál nyugdíj, és 50 ezer a családi pótlék. Tehát senki ne kereshesse Magyarországon 100 ezer forintnál kevesebb. Na most álljunk meg egy pillanatra, mert hogy amit most hallok öntől, az nem más, mint egy politikai párt, politikai kampánya. Ön meg köztársasági elnök jelölt szeretne lenni, amely funkció ezen messze elemelkedve, ezen messze túlmutatva az egész nemzetről szól, és egyáltalán nem egy pártról. Ezt a kettőt hogy egyezteti össze most önmagában? Hát én úgy, nekem a legfontosabb, megmondom őszintén, hogy az ország jelen pillanatban két részre oszlik, vagy két részből áll. Nekem a legfontosabb az lenne, hogyha ez az ország egy részből állna, illetve egy részbe egyesülne. A köztársasági elnök gyakorlatilag ugye megtestesíti a nemzeti egységet. Az én azt gondolom, hogy amit én életútban, tapasztalatban fel tudok mutatni, az elég lesz arra, hogy ennek a tisztségnek megfeleljen. Most mire gondol, volt SZDSZ-es múltjára, vagy a devizahiteles problémákra az életében, vagy éppen a sztár életre a Neoton Famíliával? Hát, igen, én voltam fent is, voltam lent is, valóban, tehát mindenféle szegmensből meg tudom, tehát pontosan átélem, mit jelent az, hogy bizonytalanság, amit a gyakorlatilag, ugye Magyarországon a legfontosabb lenne a kiszámíthatóság, a biztonság, ami hát most nincsen. És az nagyon fontos az, hogy az alternatíva állításban, hát én vagyok tulajdonképpen az a jelölt, hogy úgy mondjam, én nagyon büszke vagyok arra, hogy elnyertem a pártnak a bizalmát. De ön komolyan veszi ezt? Bocsánat, tehát komolyan hát úgy... Na, kérdezem másképp, az Iszon párt alig van a térképen, ahhoz képest különösen, akik Novák Katalint jelölik. Nyilvánvalóan ott van önnel szemben egy kétharmad a parlamentben, amely közfelkiáltással, ha máshogy nem megy, meg fogja választani Novák Katalint. Ehhez képest milyen reményei vannak? Hát nézze, ez a párt részéről tulajdonképpen egy szimbolikus üzenet a magyar társadalomnak, hiszen nagyon szomorúan vettem azt tudomásul én is, hogy a 6 párt, az ellenzéki párt gyakorlatilag nem állított jelöltet. És még állíthat? Hát még igen, de eddig nem állított, és én azt gondolom, hogy Novák Katalin ugye
az Orbán Viktor meghosszabbított keze lesz. Tehát azt tapasztalhattuk, hogy az eddigi köztársasági elnökök is tulajdonképpen szolgalelkűen írtak alá olyan vállalhatatlan törvényeket is, amelyek nem az ország népének a jól létét szolgálta. Nem akarom elviccelni a dolgot, volt már egy pali a köztársasági elnöki pozícióban, ugye önnek is az volt a beceneve Hajdanában, mint Schmidt Pálnak. Igen. Reméljük, hogy a történet másképp alakul majd. Önt most hogy kell nevezni, művésznő vagy politikus asszony? Hát én azt gondolom, hogy mindkettő, de inkább politikus asszony, és visszatérve erre, amit most ön mondott, én azért visszagondolok arra, hogy nem csak jogászi végzettségű emberek voltak köztársasági elnökök, és az egyik legfontosabb, akire én emlékszem, és aki az ország is nagyon szívesen emlékszik, ő Göncz Árpád. Természetesen itt nem arról van szó, hogy én bármiféle módon összehasonlítottam vele. Hát most de mégis azt tette egy picit. Nagyon, igen, de amiért nagyon-nagyon szívesen gondolnak rá vissza az emberek, az az emberségessége volt, és az élettapasztalata, amitől ő egy jó köztársasági elnök volt, és én úgy gondolom, hogy erre én is alkalmas lennék. Hát hajrá! Szokták még önt azzal megállítani, hogy énekelj el, hogyha szombat este táncol? Igen. És el szokta énekelni? Igen, igen. Hát ez egy nagyon érdekes kampány lenne, látja? Ez micsoda kampány lehetne? Nagyon szívesen. Ezzel elindulni. Pál Éva, köszönöm szépen.